A ganoterápiában mekkora dózis fog hatni és mikorra? Ebben a videóban a reményeim szerint kapni fogsz egy képletet, amiből ezt pontosan megérted. Nevem Bojtó Zoltán és 2011 óta foglalkozom ganoterápiával. Ennek az alternatív módszernek az egyik sarokköve az, hogy a dózist a ganoterápiában a páciens állapota határozza meg. És sajnos a pénztárcája, hiszen ezeket a készítményeket a TB nem támogatja. Azt szoktam mondani, hogy a kevesebb több a semminél, kivéve, hogyha a terápiás szint alatt maradsz. Hogyha nem szedsz belőle annyit, hogy egyáltalán megmozdítsa jó irányba azokat a folyamatokat, amiket mi használunk. Hogyha játszol online játékokat, akkor ezt úgy tudom a legérzékletesebben elmondani, hogyha mondjuk van egy támadód, akinek van egy kardja, amelyik 8-at sebez, és a te hősödnek, akit irányítasz, van egy pajzsa, amelyiknek 5 a védési ereje. Akkor 8-5, tehát a hősöd 3-at fog sérülni minden egyes kardcsapásra. Ez ugyanígy van, hogy a ganoterápiában használt készítményeknek a hatásfoka azoknak az erőknek az eredője, amik a problémát okozzák, ellentétben azoknak az erőknek az eredőjével, amik megpróbálnak egészséges irányba elmozdítani. Hogyha a kárt okozó erők nagyobbak, akkor a terápiás szint alatt vagy, és akkor nem csináltál semmit, vagy nem is tudom, észreveszel-e bármit. Talán annyit, hogy lassul az állapotod romlása. De hogyha ezek az erők erősebbek, nagyobbak, akkor viszont elindulsz a jó irányba, és egyre jobban fogod magad érezni. Remélem világos volt, amit elmondtam. Figyelem fontos! Azok a történetek, amiket elmesélek, igazak, de egyediek. Ugyanúgy, ahogy a te szervezeted is egyedi. Ezért semmilyen garancia nincs arra, hogy pontosan ugyanúgy fog reagálni ezekre a készítményekre, mint más emberé. Ezért, ha valamelyik videón felkeltette az érdeklődésedet, mi előtt valahol vásárolsz termékeket, vedd fel velem a kapcsolatot, és beszéljük meg. Szeretném ismerni a táplálkozási szokásaidat, az életmódodat, esetleg a tüneteidet pontosan, mert akkor sokkal jobb tanácsot fogok tudni adni, amiért aztán vállalom is a felelősséget.